A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, milyen a jó marketing, hogyan lehet versenyképes a piacon a termékünk. Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik ellátogattak a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének konferenciájára. A köztérben számítunk figyelmükre. Azt gondoljuk, hogy ha különállóan építünk egy-egy kampányt, mint marketingügynökség, akár csak Facebookra, akár csak Google-re, akár csak weboldalra, grafikára koncentrálva, és ezt nem egy kerek egészként kezeljük, akkor nem jön meg az a várt eredmény, amit szeretnénk látni, hogy bevételnövekedést hoz, hogy nagyobb ismertséget hoz, és csalódottak leszünk, és azt mondjuk, hogy hát a marketing nem hatékony. Pedig a marketing nagyon hatékony, csak jól kell felépíteni, jól kell alkalmazni, és megtérülést fog hozni. Ezért első körben a marketingről szeretnék általánban beszélni. Lesznek kiegészítő részek, ahol a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek, azok, amiket bemutatnék, hogy hogy álljunk neki egyáltalán, akár a mesterséges intelligencia segítségével, akár magunk ingyenes szoftverek segítségével a marketingnek. Milyen a jó arculat, hogy működik hatékonyan egy weboldal, miért fontos az, hogy ezen a weboldalon megfelelő minőségű és mennyiségű rendszeresen frissített tartalmat tegyünk közzé, és hogy hogy kell a közösségi médiát jól kezelni, hogy kell oda jó tartalmakat gyártani, legyen szó videós vagy képi tartalmakról. Hát akkor kezdjünk is bele. Miért fontos a marketing? Én azt gondolom, hogy a marketingnek kulcs szerepe van abban, hogy megmutassuk, mi milyen értéket képviselünk. Milyen értéket képvisel a termékünk, a szolgáltatásunk, és azt a célközönségünk vagy a vevőink megértsék. Mert ha megértik, akkor nem fogják érte sokalni az árát, hisz az ő fejükben az egy valós értékké válik. Hogyha nem volt jó a marketing, nem készítettük elé megfelelően, és nem alakult ki a fejekben az, hogy ez nekem miért lesz jó, milyen megoldást ad a problémáimra, akkor valószínű, hogy az árát is sokalni fogják. Pedig nem az árát sokalják, csak nem tudják, hogy milyen érték az, amit mi képviselünk, amit mi szeretnénk nekik nyújtani. Ezért mindig abból kell kiindulnunk, hogy milyen problémát oldunk meg az ügyfeleink életében, és érdemes felvennünk az ügyfél sapkát, és azon gondolkozni, hogy ha én lennék az ő helyébe, vajon nekem mi az az üzenet, ami átjönne? Vajon én hogy mondanám azt, hogy erre vártam? Mi az, ami a megoldást nyújtja számomra? És ha ezt a megoldást kommunikáljuk, hogy én miként oldom meg a te problémádat, rögtön érezni fogjuk a hatását, és rögtön érezni fogjuk azt, hogy igen, erre az adott vállalkozónak szüksége volt, és ő lesz hálás azért, hogy mi szolgáltatunk neki. És ez bármelyik szektorra igaz. Én azt gondolom, hogy nagyon téves az az elképzelés, hogy a marketingnek mindent el kell adnia, nem kell mindent eladnia. Ha nem tukmálunk a marketinggel, nem azt mondjuk, hogy bármilyen vacak az a termék, én már pedig el fogom neked adni, és megmutatom, hogy már pedig az neked jó, mert nem mindig jó. De azzal a termékkel biztosan megtaláljuk azt a területet, amiben neked, mint ügyfelem, mint leendő ügyfelem tudunk segíteni. És most szeretnék beszélni arról, hogy miként álljunk neki egy marketing stratégiát tervezni, miként térképezzük fel a lehetőségeinket. Amikor kigondoljuk azt, hogy marketingre van szükségünk, akkor mindig
mi az, amit szeretnénk elérni, az adott célt, amit kitűztünk magunk elé. Lehet, hogy ez az, hogy ismerjenek meg a városba, de lehet az, hogy az egész országba, de lehet az, hogy nemzetközi szinten. Ettől függ az, hogy milyen szintű marketing tervet kell készíteni. Kell nekem készítenem piackutatást Szlovákiába? Hát, hogyha helyi kisboltos vagyok, akkor nem feltétlen. Mindig a célhoz igazítottan kell elkészítsük azt a tervet, hogy azt a célt milyen úton, milyen módon tudjuk elérni leghatékonyabban. És ahogy mondtam is, mindig kommunikáljunk úgy, mintha egy konkrét személyhez szólnánk. Személyesítsük meg az ügyfeleinket. Gondolkozzunk el azon, ki volt az utolsó 5 vásárlóm. Akkor hozzá hasonló ember fejébe képzeljem magam, és fogalmazzak neki olyan üzeneteket, ami a legutóbbi vásárlóimnak is jól jött volna. Ha nekik jól jött volna, és nekik ez az üzenet hasznos lett volna, higgyétek el, hogy a jövőbeni ügyfeleiteknek is hasznos az a tudás, és hasznos az az üzenet, amit így fogalmaztok meg. Személyesítsétek meg, mondjátok azt, hogy ő egy 32 éves vállalkozó férfi, akinek virágboltja van. Kommunikáljunk neki. Mondjuk el neki, hogy neki miért lesz jobb attól, hogyha mi szállítunk be neki, mert akkor szépek lesznek azok a virágok, mert akkor az ügyfelei mosolyogva fognak kimenni a boltjából, mert mindig a friss virágokat kapják meg. És hogyha nincsen ötletünk, arra is van egy jó megoldás, mert ötletelésre kiválóan alkalmas a ChatGPT, mesterséges intelligencia alkalmazás, amit szeretnék is nektek rögtön bemutatni. Sokan kérdezték tőlem az elmúlt napokban, hogy az újítását, ezt a ChatGPT 4o nevezetű újítást hogy lehet elérni. A Google Play áruházban, vagy az Apple Store-ban rákerestek, hogy ChatGPT, azt kell figyelni, hogy melyiknek a fejlesztője az OpenAI, azt töltsétek le, mert nagyon sok ChatGPT-re hirdető másik applikáció van. Az OpenAI-os verziót letöltitek, kell egy regisztráció, ha még esetleg asztali gépen nem használtátok, bár már gondolom sokan játszadoztatok vele. És amikor letöltöttét, vagy beregisztráltatok, akkor azzal a fiókkal beléptek, de akár Google fiókkal is be tudtok lépni, és egy ilyen felület fogad titeket. Az ingyenes verzió is jól használható egyébként, hogyha előfizetésesek vagytok, akkor ezt a 4o nevezetű újítást is már tudjátok alkalmazni, egy ilyen képernyő fog titeket fogadni, és ugye ide lehet pötyögni, lehet kézzel beírni üzeneteket, amiket szeretnénk megtudni, de hangalapon is kommunikálhatunk vele, és azonnali válaszokat kaphatunk a kérdéseinkre. Én most megkérdezem, hogy milyen tanácsot tudna nektek adni. Szia, egy fiatal vállalkozók országos szövetsége konferencián adok éppen elő, és szeretném, hogyha adnál 5 tippet azoknak a vállalkozóknak, akik részt vesznek ezen a konferencián, kimondottan gyakorlati tippeket fogalmaz meg, kérlek. Szia! Persze, itt van 5 gyakorlati tipp a fiatal vállalkozóknak. Ismerd a piacodat. Rendszeresen végezz piackutatást, hogy megértsd a fogyasztói igényeket és a versenytársak tevékenységét. Ez segít abban, hogy a termékeid vagy szolgáltatásaid mindig relevánsak legyenek. Építs hálózatod. Vegyél részt minél több szakmai rendezvényen, és építs kapcsolatokat más vállalkozókkal, szakértőkkel. A hálózatod lehet a legnagyobb erőforrásod a jövőben. 3. Kezeld jól az idődet. Hatékony időgazdálkodás nélkül könnyen elveszhetsz a napi teendőkben. Használj időmenedzsment eszközöket és technikákat, hogy mindig a legfontosabb feladatokra fókuszálj. 4. Légy nyitott a változásra. A piaci körülmények gyorsan változhatnak, ezért fontos, hogy rugalmasan alkalmazkodj az új helyzetekhez és kihívásokhoz. Mindig készülj fel a változásra, és ne félj új dolgokat kipróbálni. Törődj a csapatoddal. Egy sikeres vállalkozás alapja egy erős és motivált csapat. Fektess időt és energiát a munkatársaid fejlesztésébe, és teremts olyan munkakörnyezetet, ahol mindenki jól érzi magát és a legjobbját nyújthatja. Remélem,
Ezek a tippek hasznosak lesznek a konferencián résztvevő vállalkozóknak. Én is remélem, hogy ezek a tippek hasznosak voltak a számotokra. Én azt gondolom, hogy megállta a helyét, ugye? Tehát, hogy benne voltak, azokat is érintette, amiket én javasoltam, még ki is egészítette, nemzetközi hálózatépítés, tényleg olyan innovatív ötleteket adott, ami beleillik a prezentációba. És én azt gondolom, hogy ezek az ötletek ott vannak a zsebetekben gyakorlatilag. Jól kell tudni kérdezni, minél specifikusabban kell kérdezni a mesterséges intelligenciát és a ChatGPT-t, és annál specifikusabb és jobb választ fogtok tőle kapni. Én a mindennapjaim során akár vállalkozói témákba, akár egy fordítást meg tudok vele beszélni, hogyha van egy külföldi partnerem, és ő angolul vagy franciául beszél, még váltogathat is a nyelvek között, ő azonnal lefordítja. De akár a mindennapokban egy társas játéknak a játékszabályát összefoglalja, hogyha megkérem rá. Vagy éppen egy kép alapján kielemzi, hogy az adott környéken, az adott ház mekkora értékű. De sorolhatnám ezeket a mindennapi alkalmazásokat. Én azt gondolom, hogy érdemes, ingyenes verziója is elérhető, és az ötletelés szintjén nagyon jó kiindulási alap. Hogyha arculatról beszélünk, akkor ugye mit kell elsőként észben tartanunk? Legyen egységes. Legyen összhangban a különböző felületeken, a kommunikációnk, akár egy névjegykártyát adunk át, akár egy kiállításon veszünk részt, akár egy karácsonyi akciónk van. Hogyha valaki ránéz arra a színre, arra a logóra, amit mi képviselünk, onnantól kezdve azonnal be fog ugrani. Oké, ezt a céget már láttam valahol. Szembe jött velem a Facebookon, voltam múltkor a kiállításukon, már emlékszem, hogy tőle kaptam a névjegykártyát. Időtálló, egységes megjelenés, és a versenytársaktól is kiugrik. Tehát, hogyha nekem van egy specifikus szakterületem, előtte a piackutatás során meg kell néznem azt, hogy az ezen a szakterületen működő vállalkozásoknak milyen színei vannak. Nem véletlen az, hogy a Vodafone, a Jettel és a Telekom teljesen más színeket használ. Hogyha most azt mondta volna a Jettel, hogy oké, brendet váltottam, Telenorról Jettel lettem, legyek rózsaszín. Hát akkor gondolhatjátok, hogy milyen eredményeket értek volna el. És milyen egy jó logó? Hát gondoljunk a Nike-ra. Tehát, hogy ennél egyszerűbb logót, hát nehéz azért elképzelni, de mégis tudjuk, hogy ez a Nike. Mégis annyira egyedi, hogy erről azonnal tudjuk, hogy ez a Nike. Nem tudok oda más feliratot elképzelni. Vagy monokrómban is jól használható. Ugye minél színesebb, minél kacifántosabb, minél összetettebb a logóm, annál kevésbé fog jól mutatni, hogyha monokrómban bárhova oda teszem. Márpedig monokrómban nagyon sok helyen tudom használni a logómat. Akár száraz bélyegző, kis névjegykártya, olyan felületek, ami csak fekete-fehérben nyomtatjuk ki azt a szerződést, és annak a szerződésnek a fejléces papírján ott van a logóm, akkor az mind-mind elveszik, hogyha monokrómban nem jól használható a logó. Még hoztam nektek néhány ilyen mesterséges intelligencia eszközt. Például képkészítésre kiváló eszközök a Midjourney, a DALL-E vagy a Logopony. A Logopony kimondottan logókat készít, a Midjourney. Én azt gondolom, hogy az egyik legjobb olyan mesterséges intelligencia alapú képkészítő, aminek bármit mondunk, biztosan kiváló minőségben el tudja készíteni. Kérhetünk élethűt, kérhetünk rajzfilmeset, kérhetünk különböző stílusokat tőle. Én még nem csalódtam benne. És erre hadd mutassak egy példát. Elkezdtünk ötletelni a Gál Kingát, lehet, hogy ismeritek az álomcukrászat brandet, raktuk neki össze, egy teljes arculat megújítás, weblap készítés, és elkezdtünk ötletelni mi is, hogy minőséget képviseljen, ne legyen túl kacifántos,
egyszerűsítsünk rajt, legyen benne a brand név, az Enméri cukrászműhely, és egyre finomítottuk. Tehát, hogy ezeket ne úgy képzeljétek el, hogy mindig azonnal megmondja az AI a tutit, és elsőre megmondom neki, hogy ilyen logót készíts, és akkor ez lenne a logója. De nem ez lett, hanem mindig finomítottunk rajt. Jó, ez már alakul, ezt a verziót finomítsd még. Oké, akkor ebből készíts már különböző betűtípusokkal, és mentünk, haladtunk tovább. És akkor a végén megszületett a végleges logó, amit azóta is örömmel használ az ügyfelünk, és azóta is Fehérváron láthatóvá vált, ismerté vált, egyre ismertebbé vált, és most már olyan megkeresései vannak, amiről korábban nem is álmodott. Térjünk át a weboldalra, mert hogyha már van egy jó logónk, a logó alapján már elkészítettük a szín javaslatainkat, megnéztük, hogy rakjuk össze a levélpapírunkat, a logóval, hogy lesz összhangban a weboldal, és akkor el tudjuk kezdeni ugye a munkát, hogy legyen egy egységes arculaton alapuló új weboldalunk. Nem mindig muszáj a weboldal, de hogyha nem mobilbarát és nem biztonságos, vagy egyáltalán nem is tölt be, vagy annyira lassan tölt be, hogy senki nem tudja kivárni, akkor inkább ne legyen. Akkor inkább rakjunk ki egy oldalt, ameddig létrehozzuk az új weboldalunkat, hogy karbantartás alatt, és várhatóan, ezt is érdemes megadni, várhatóan, mikor lesz élesítve az oldal. De azt gondolom, hogy amikor átadunk egy névjegykártyát, és azon szerepel egy e-mail cím, az e-mail címben az a legjobb, ha nem egy Gmail címre végződik, hanem a saját domain nevünkre. És a domain nevünkre azonnal rákeres a partnerünk, hisz látja azt, hogy ehhez tartozik egy weboldal. Az lesz az első, hogy megnézi, mik vagyunk, kik vagyunk, milyen üzeneteink vannak, mennyire szép a weboldalunk, mobilbarát, gyorsan el tudok, elére hozzám az az üzenet, amit ő szeretett volna átadni, és így működik jól egy weboldal. Egységes arculattal, letisztult dizájnnal, olyan gombokat elhelyezve a weboldalon, ami kiugrik, és olyan címsorokat alkalmazva, ami vezeti a szemet. Ha én erre a weboldalra ránézek, akkor csak a címsorokat elolvasva, kicsoda vagy? Mit akar az Életút Akadémia? Hogyan változik meg az életed, ha megtaláljuk az életfeladatodat? Már azonnal van egy képem a vállalkozásról, hogy mivel foglalkozik, még akkor is, hogyha nem olvasom el a rövid, a kisbetűs szövegeket, de a kisbetűs szövegek pedig a kereső optimalizálás miatt fontosak, hisz a Google szemében azok a tartalmi elemek láthatóak, amik szövegesen vannak elhelyezve. És vannak olyan szövegek is, amit mi nem látunk, mert meta leírásokban olyan technikai megoldásokon vannak elhelyezve, hogy a Google lássa, de mi ne lássuk. Ezekkel nagyon fontos, hogy optimalizáljuk és kereső optimalizáljuk a weboldalt. És akkor ugye itt beszélhetünk arról, hogy a weboldalnál mi az, amit még érdemes figyelembe venni. Minél jobban tükrözi a domain nevünk azt a szolgáltatást, amivel foglalkozunk, annál előrébb kerül a Google találati listán. Mert a Google mit néz? Én beírom azt, hogy marketing ügynökség, akkor a marketingügynökség.hu lesz a legjobb domain erre a kulcsszóra, hisz annál relevánsabb weboldal, mint aminek maga a domain neve is az, mint amit én keresek, hát az biztos, hogy olyan nem létezik. Úgyhogy ő ezt nyilván plusz ponttal nézi, ez nem jelenti azt automatikusan, hogy az első helyre kerülsz a marketingügynökség.hu-val, a többi marketingügynökséggel szemben, hogyha azt nem optimalizáltad, és az egy üres oldal, mert nem csak a domain neven múlik, de amikor gondolkoztok egy új cégben, vagy a saját brand nevetekben, akkor érdemes ezzel kezdeni. Megnézem, mi a legjobb, melyik kulcsszó tükrözi a legjobban a cégemet, és az szabad-e az a domain? Sokszor fogtok azzal találkozni, hogy már nem szabad, mert azért
most már nagyon sok weboldal létezik, és nagyon sokan ilyen gondolkozásmóddal már lefoglalták a legjobb doménneveket. De akkor rakjunk meg egy kis kiegészítést, és próbáljunk meg olyan egyedi területet találni, ahol még van szabad doménünk, és nem félreérthető, mint például a bőrdoktor helyett a bordoktor. Én azt gondolom, hogy ezeket mindig érdemes figyelembe venni a weboldal készítés során. És amit én nagyon javaslok, hogyha ti magatok szeretnétek szerkeszteni, vagy később legalább karban tartani az oldalt, az a WordPress. Mert még hogyha profikra is bízzátok, akik összerakják, de utána már az apróságokat ti magatok szeretnétek frissíteni, a bővítményeket, átírni egy időpontot, hogy most az aktuális ajánlatom az eddig karácsony volt, most húsvét, aztán nőnap, akkor ezt gyorsan tudjátok ti is módosítani, hogyha nem egy olyan egyedi fejlesztésű weboldalt készítettetek, ami nagyon nehéz kezelni, és vannak előnyei, mert annál jobb testre szabottabb biztos, hogy nem lesz, és annál gyorsabban betöltődő, kevésbé sebezhető. De hogyha jól karban van tartva egy WordPress oldal, akkor kiválóan működik, nem sebezhető, gyorsan betöltődik, és még könnyen is kezelhető. Az a fontos, meg kell néznem, hogy milyen problémát fogok megoldani, ugye, amivel kezdtünk is. Hogy egy 10 000 termékből álló webshopot szeretnék építeni, arra már nem biztos, hogy ez a legjobb. Tehát ott már nem fog gyorsan betöltődni, ott már nem ez lesz a leghatékonyabb motor a weboldalatok mögött. És ugye itt is jön az AI robotunk tipje, hogyha írtok blogokat, és ezt a ChatGPT-vel teszitek, akkor azt fel fogja ismerni a Google keresőmotra, és azt fogja mondani, hogy hát még arra se vette a fáradtságot, hogy a saját kútfőjéből kitalálja ezeket a tartalmi elemeket, és hátra sorol. Még hogyha megírjuk, ahogy az előbb is mondtam, ötletelés szinten összerakunk egy vázat a bloghoz, és azt a saját szakmai tapasztalatunkkal kiegészítve egy teljes bloggá alakítjuk, kiváló blogcikkek születhetnek. Tartalommarketing. Mivel kezdődik a tartalommarketing? Ugye azt kell megnéznünk, hogy mire van valóban szükségünk. Tehát, hogy szeretnénk rendezvényekre menni, mert akkor egy jó rollapot kell készítenünk, szóróanyagokat kell készítenünk, akár kuponokat, kiajánlókat a szolgáltatásunkról. De hogyha nem megyünk rendezvényre, vagy találkozunk emberekkel, akkor ugye a névjegykártya. Hogyha nem járunk rendezvényekre, teljesen más típusú tartalommarketingre van szükségünk. Például egy dinamikus PPT-re, kérdőívekre és felmérésekre, amivel interaktívvá tehetjük az előadásunkat. Vagy egy podcastra, amivel a saját szakértői státuszunkat egy magasabb szintre emeljük. És azt mondjuk, hogy ismerkedj meg velem, én nagyon sok hasznos tippet fogok neked mondani, és ezzel az én brandem épül, hogyha okosakat mondtam, és ezt meg is fogadja a fogadó fél, akkor azt mondja, hogy hát akkor ő tényleg egy jó szakember lehet az ő szakterületén. És azért fontos a tartalommarketing, mert ha folyamatosan közzétesztek a weboldalatokon újabb tartalmakat, blogot, akkor a keresőbe egyre több kulcsszavatok lesz. Videót, az emberek egyre több időt fognak tölteni a weboldalatokon, mert megnézik a videót, mondjuk egy fél órás podcastot, és a Google mit fog látni? Vagy a kereső? Hogy sok időt töltöttem a weboldaladon. És akkor ő mit fog mondani? Releváns tartalom van ezen a weboldalon, hisz az átlagos idő, amit ott töltenek, fél óra. Hát akkor biztos, hogy releváns ez a tartalom. Hogyha ilyen sokáig időznek a weboldalán, akkor előrébb fogom sorolni, mert megtalálják az emberek azt, amit keresnek. Ugye mi ennek az ellentétje? Ha nincs semmi változó tartalom, és azt mondják, hogy egy ilyen egyoldalas oldal, ami nem frissítünk, oda megyek, végig görgetem, fél percet megnéztem,
bezárom, Google mit mond, hát itt nem találják meg az emberek azt, amire szükségük van. És ezért fontos az, hogy folyamatosan frissítsük, és folyamatosan rakjunk fel olyan tartalmakat, ami érdekli az embereket, minél aktuálisabbat. Kijön egy új hír, megjelent a ChatGPT 4o, már holnap rakjuk fel a videót róla, hogy tessék, nézzétek, mit tud a 4o, és akkor már az mindenkit érdekel, mert te vagy az első, aki ezt megmutatja, hogyha ugyanezt két hónap múlva teszed, hát jól van, már két hónapja kijött, már a csapból is ez folyik. Közösségi média. Ugye sok közösségi média felületet ismerünk, Facebook, LinkedIn, TikTok, nemzetközi szinten Twitter, elterjedt, de mikor, hol és kinek szeretnénk üzenni? Ugye ettől függ az, hogy melyik platformot válasszuk, és melyen időpontban tegyük közzé azokat a bejegyzéseket. Hogyha mindenkit szeretnénk elérni, mert azt mondjuk, hogy jó, nekem mindenki a célközönsége, az én szolgáltatásom mindenkinek jó, akkor nem fogunk elérni senkit. Minél specifikusabb az üzenetünk, minél jobban leszűkítjük azt, hogy kinek szól az az üzenet, annál jobban magára fog ismerni, amikor olvassa azt az üzenetet. Ezért kell egy kampányt úgy, mondjuk egy székesfehérvári lokális kampányt úgy kell elindítani, hogy azzal kezdem, hogy fehérváriak, ugye Gyuri is így rakta ki a posztot. Figyelem, fehérváriak, itt lesz a Fivosznak a következő rendezvénye, gyertek! Nagyon fontos az, hogy nagyon specifikusak legyünk, amikor egy ilyen üzenetet összeállítunk, és nagyon szegmentáljuk a kampány során is, ha most én a 30 évesekhez szólok, olyan üzenettel szóljak, és úgy állítsam be ezeket a kampányokat, vagy azt a Facebook oldalt, hogy mindig nekik szóljon. Tegeződök, magázódok, ugye ez mind olyan kérdés, amire az elején kell választ adnunk, szintén a tervezés során, és az elején kell azt mondanunk, hogy jó, akkor megvan a célcsoportom, megvan a célom, akkor nekik fogok szólni, tegeződve, magázódva, kinek, hogy. És hoztam nektek megint egy mesterséges intelligencia példát, ugye social media és az AI. Én azt írtam a ChatGPT-nek, hogy te egy marketing szakértő vagy, kérlek készíts egy táblázatot, ami három oszlopot tartalmaz, közzétételi platform, bejegyzések javasolt közzétételi időpontja napi bontásban, és célközönség korosztály szerinti bontásában, és tölts fel ezt a táblázatot releváns adatokkal. A táblázatot közzétételi platformonkénti bontásban készítsd el a következő három platformra. LinkedIn, Facebook, TikTok. Így a táblázat három sort tartalmazza. Ugye látjátok, itt is az utasítás elég specifikus, és még azt is megmondtam neki, hogy ő olyan fejjel gondolkozzon, mint egy marketing szakértő, és ő szépen ki is adta, hogy a LinkedIn-en mikor érdemes közzétenni a bejegyzéseket, a 25 és az 54 év közötti korosztályban, Facebookon mikor, 18 év és 44 év közötti korosztályban, és a TikTok szintén a legjobb időpontokat, és hogy a 13-24 éves korosztály érhető el leghatékonyabban ezeken a platformokon. Tehát még ha nem tudjuk azt, hogy mikor, hol tegyük közzé, ugye régen sokat használtuk ilyenkor a keresőt, a Google-t, hogy na, akkor megnézem, majd biztos van róla egy jó blogcikk. Na most az AI megnéz 10 000 blogcikket, azoknak a tartalmát összefésüli, és kigyűjti nekünk egy táblázatba pontosan úgy, ahogy mi kértük. Annyi sorba, annyi oszloppal, és minden adatot tartalmaz, amit kértünk. És hogyha videókról beszélünk, ugye sok mindenkinek az van a fejében, hogy akkor videótartalom, akkor az egy imásfilm, 3 perces, és akkor itt megáll a dolog. De sokkal több ennél a videó, ugye ez egy olyan tartalom, ami felkelti az érdeklődést. Napi szinten nézzük a kampányainkat, és mindig látjuk, hogy ami képi tartalommal, egy sokkal drágábban hoz egy-egy érdeklődőt, mint amiben videót rakunk. Lehet az egy termékbemutató, egy reklám, egy animációs film, egy e-learning oktatóanyag, de akár egy olyan interaktív videó is, ami elágazásokat tartalmaz. Beszél valamiről az előadó, megjelenik két gomb, melyiket választod? Rányomsz a gombra, amint arra rányomtál, az ahhoz tartozó releváns tartalmat fogja megmutatni, és nem kell végignézned a videót. És ugye a videó és videó közt is van különbség, mert egy weboldalra, egy prezentációba,
egy fekvőtájolású videót teszek. YouTube-on már ugye teszek ki fekvőt is, mondjuk a hosszabbakat, de a YouTube Shorts mióta megjelent, ugye a Facebook Reels és a TikToknak a vetélytársaként, azóta már az álló videó irányába is el kellett menni, és azt kellett mondani, hogy hogyha a közösségi média platformokra teszem közzé, a rövid videóként, a TikTokra, YouTube Shortsra vagy a Facebook Reelsre, akkor álló tájolással teszem, feliratozom, hogy akinél nincs hang, ő is értse. És ugye miért fontos az álló tájolás? Ha belegondoltok, megnyitom most nektek itt a Facebookomat. Ugye a Gyuri pont posztolt is. Hogyha így posztolunk fekvő tájolásba, akkor nem tölti ki ugye teljes mértékben a képernyőnket a maga a kép, viszont hogyha álló tájolásba posztolunk, akkor ugye sokkal nagyobb képernyő képet kapunk a hírfolyamba, és sokkal nagyobb láthatóságot érünk el. Úgyhogy én azt javaslom, hogy minden esetben, amikor közösségi médiára szeretnétek közzétenni posztot, akkor álló tájolással fotózzatok. Azt is érdemes megvalósítani, hogy készítek egy fekvőt, egy állót, és akkor mindenféle platformra közzé tudom tenni ezeket a bejegyzéseimet. Figyelj a tájolásra, figyelj a háttérre, és mindig feliratozd, hogy aki mondjuk este altatja a gyereket, ő is meg tudja nézni azt a tartalmat, amit te szeretnél neki átadni. És akkor itt a vége felé járunk már, a podcastról néhány gondolat. A személyes brandépítés egyik kiváló eszközéről beszélünk, mert amikor megmutatjuk azt, hogy mi ezekben a témákban milyen tudást tudunk adni, amit használni tudsz, akkor elkezdesz követni, feliratkozol, akár a csatornára, és amikor feliratkoztál, akkor a bizalmad épül. És minél jobban megbízol bennem, annál jobban azt fogod mondani a következő alkalommal, hogy én veled szeretnék dolgozni. És emiatt kiváló eszköz, és emiatt jó tartalomgyártás eszköz a podcast, és edukációs célra tartalmat átadni nagyon jól használható. És itt is hoztam egy kis AI támogatást. A Vid.io eszköz az kiválóan alkalmas arra, hogy mondjuk van egy ilyen fekvő tájolású podcastom, amit én szeretnék használni a YouTube csatornán, de ezekből szeretnék csinálni olyan kis videókat, amiket a közösségi média platformokon, TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels álló tájolásba használnék. Ez a kis vid.io mindig arra állítja a kamerát, aki éppen beszél, és még a feliratozásban is segít. És innentől kezdve sokkal könnyebb lesz ezt a videót megvágni és elkészíteni belőle a végleges anyagot. Kedves nézőink, a köztérben a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének konferenciájára kalauzoltuk el Önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Milyen Fejérvár megye vállalkozás menedzsmentje? Miért keresik az egyes cégek Székesfehérvárt székhelyül? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik ellátogattak a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének konferenciájára. A köztérben számítunk figyelmükre. Én picit messzebbről kezdeném, tényleg adnék egy uniós rálátást, hogy mi történik most az Unióban, vagy mi vár ránk. Tehát az uniós bizonytalanság szerintem a négyzeten tényleg, tehát ha kinyitjuk akár az internetet, akár a Facebookot, vagy akár az újságokat, tényleg elkezdjük összerakni a híreket, én soha nem vagyok mostanában boldog, legalábbis hogyha ezeket elolvasom, kezdve mondjuk az energetikával, ugye tényleg a barátságkőolaj vezeték szerződés meghosszabbítása szerintem, amit mondjuk a pici kis régiónkat, akár Közép-Európát érinti, nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz meghosszabbítva, innentől kezdve csak drágában fogunk tudni mondjuk energiát beszerezni bárhonnan is, és a bárhonnan is azt nem csak drágább lesz, hanem bizonytalanabb is. Ez szerintem ez akár Ausztriát, akár Magyarországot, akár Szlovákiát, és a szlovákiai, magyar, illetve osztrák gazdaságot nagy mértékben fogja, és annak az inflációs, meg egyéb bizonytalanságot nagy mértékben fogja befolyásolni. Ugye van másik, szokták mondani, az új USA LNG számunkra nagyon nehezen elérhető, ami ugye jön a texasi öbölből, és valahol portugál, spanyol, francia, holland, német, lengyel vagy norvég partokon ki tud kötni, vagy pedig az olasz partoknál a földközi tengeren is, és ugye egy megfelelő lefejtés után szintén gázvezetékekbe ugye bepumpálható. Tározók terítettek, tele van gyakorlatilag a földközi tenger, vagy pedig a csatorna, a Lamas csatorna, vagy gyakorlatilag európai északi része veszteglő LNG hajókkal, akik nem tud, hiába ott vannak már akár napok, hetek, hónapok óta nem tudnak ugye kitárazni, és ez mind emeli a szintén Nyugat-Európában is azért a gáznak, vagy a bármilyen energiának, a gázból előállított villamos áramnak is az árát. Mind a két hatás az gyakorlatilag a teljes európai versenyképességet nem rontja, hanem rombolja. Tehát amit mondjuk 7 dolláron elvállítanak a texasi öbölbe, azt áthozzák ide 20-ért, eladják 40-ért, és egyébként a holland tőzsdén mondjuk a mai napon 32-34 euróért lehet kapni egy teravatnyi, vagy hát attól függ, tehát 1000 kontraktus gázterméket, ez 7 dollárba kerül, ugye, ami mondjuk, hogy kb. 6-80 eurót jelent, vagy nem, 7 dollár jelent mondjuk Amerikának, ennyivel versenyképesebb mondjuk a 35, vagy a 34-35 és a 7 dollár közötti különbséget az gyakorlatilag ők versenyképességre tudják akár fordítani, vagy akár ennyivel jobban meg tudják dolgozni az európai vagy az egyéb világpiaci szereplőket. Hát innen azért néha nehéz felkelni. Tehát és ennek én nem nagyon látom, hogy lenne valamilyen nagyon rövid távú pozitív kimenetele. Ugye a török, ha Magyarországra egy picit vissza vagy a Közép-Európára visszatekintek, a török-bolgár vezetéken keresztül tud gyakorlatilag január 1-től jellemzően jönni gáz, olyan mennyiség, ami mondjuk számottevő és mondjuk egy-egy országot el tud látni, ott pedig átteresztő képességnek van korlátja. És arról még nem is beszéltünk, hogy ha az ázsiai gazdaságban, bármelyik kelet-ázsiai vagy ázsiai gazdaságban esetleg tényleg fellendülés lesz, most ugye Kína eléggé a gyengélkedés jeleit mutatja, az tovább csökkenti azt az elérhető gázmennyiséget, ami mondjuk akár az USA-ból, akár bár Marokkóból, Nigériából, Katarból Európa fele tudna hajózni. Ők se lesznek bolondok, ha picit többet ígérnek Ázsiába, akkor oda fogják irányítani hajókat. Tehát
Én ezt látom az egyik legnagyobb problémának. A másik probléma, amivel azért így elég gyakran találkozunk, szerintem most akár hírekben, akár nem, ez a panamai csatorna, a szuezi csatorna, vagy az Ádénőből, az a háborús helyzetek miatt, a Perzsőből, szintén zenész, sajnos háborús, jelenlegi háborús helyzet miatt, illetve a dél-kínai tengeren is kezdődik egy nagyon komoly, vagy megkialakulóban egy nagyon komoly feszültség. Szintén az ellátási láncokat fogja ezt teljesen megbolygatni és veszélyeztetni. Emlékszünk, csak egy darab hajónak kellett keresztbe fordulni, egy darab csatornán. Nem beszéltünk itt most öblökről és mondjuk Panama csatornáról, mennyire nagy problémát jelentett akár a mi napi életünkbe, illetve mondjuk csak székesfehérvári vagy Fejér megyei gyárak, főleg autóipari cégeknek az ellátási nehézségeibe álltak, és így John Travolta-ztak gyakorlatilag, hogy most akkor mit csináljunk. A politikai konfliktusokról meg szerintem nagyon nem kell beszélni mai napon, tehát Ukrajna, Gáza jövezet, Tajvan szintén nem egyszerű, Kaukázusban is elég forró a helyzet, Afrika az meg úgy standard módon, számomra standard módon politikai konfliktusok tömkelegével játszik. Pedig ugye legalábbis véleményem szerint Afrika lenne egy olyan kiugrási pont Európa részére, ami egy elérhető, kettő, hát ha nem is szép történelmi háttere, vagy közös történelmünk van, nem nekünk, hanem mondjuk nyugat-európai országoknak, afrikai országokkal, akár gyarmatosítóként, akár egyéb dolgokkal, de egy elérhető és egy fejlődés alatt levő kontinens. Nagyon értelemszerű lenne mondjuk nekünk arra nyitni, akár össze-európa, tehát uniós szinten, akár mondjuk magyarországi szinten. És nem tudom, hogy ki volt, mondjuk tényleg most nem szafarizni, vagy valamilyen nagyon exotikus szigeten, tehát úgy nagyon meg lehet lepődni mondjuk Angolának fővárosán, vagy mondjuk Kenyába, vagy tehát Nairobiba, tehát ha most nem nézzük nem nézzük nagyon körbe, akkor konkrétan azt hiszük, hogy nem tudom, London kellős közepén állunk tényleg. Tehát van belső fejlődésük is. De ugyanezt mondjuk Burkina Faso-ra nem biztos, hogy már el tudnám mondani. És miért éppen Fejér vármegye? És hogy állunk itthon? Tehát ugye van egy, nem tudom mennyire érzitek, van egy nagyon gyenge belső kereslet, gyakorlatilag az elmúlt hónapokban tényleg beruházás is stop van, kimondva mondjuk kormány szinten. Szerintem éreztetve bármilyen szegmest nézünk, most akár tényleg, ha Péterre nézek, nem tudom, ő is lehet, hogy érzi, hogy kevesebb beruházás van, kevesebb marketing kell hozzá, vagy egy ingatlan fejlesztést nézünk, ahol nincsenek vásárlók, nincsenek eladók, nincsenek vevők a piacon, nincsenek beruházók se a piacon, és mehetünk tovább a feldolgozóipar, akár az autóipar, vagy az autóiparos különböző tier 1, tier 2, tier 3-os szereplők felé. Ez nagyon, nagyon megállt, nagyon beleállt a földbe a főleg a beruházások, és ez problémát jelent. Viszont a másik oldalon szerintem az év elejétől, vagy februártól lehet érezni egy fogyasztási növekedést, ami előtte, majd látjuk az ábrákat, nem nagyon történt meg, sőt, egyszerre a beruházásokkal állt bele a földbe a fogyasztás is. Ugye az export szektort nagyon veszélyezteti a kitettségünk a német gazdaság felé, ott főleg a mostani gazdaságpolitikai irányzatok arccal a vasút felé helyett, ugye arccal az elektromos autózás felé, felé ott van keresletcsökkenés van, ezt nagyon hamar, nagyon gyorsan átjut az országhatárokon, és nagyon gyorsan megérezzük akár itt Magyarországon, akár Szlovákiában vagy Lengyelországban is. Jó hír viszont, hogy lassul az infláció ütemesen, tehát kordában van tartva, vagy inkább kézben van tartva, mint Nemzeti Bank, mint pedig gazdaságpolitikai szinten az infláció. Ez mondjuk nagyon szigorú monetáris kondíciók kellettek. Ez szerintem azért lehet látni, azért feszültséget okoz a fiskális és monetáris politika, illetve a gazdaság fejlesztéssel foglalkozó vezetők között. Ugye csökkenő mértékben, de még mindig nagyon feszes a munkaerőpiac. A foglalkoztatottság, hál' Istennek, tehát nincsenek nagyon nagy mértékű tömeges elbocsátások, tényleg ellenáll a foglalkoztatottság, és azért, ha reálbérekről beszélünk, tehát nem nominális, hanem reálbérekről beszélünk, ott a
ugye a fogyasztás növekedése a esetleges beruházások újraindítása miatt nagyon lehet bízni abba, hogy növekvő reálbéreket lehet majd kapnunk. Picit visszaköszönve Péterre, tehát a robotika és a mesterséges intelligens fejlesztések már megjelentek, tehát nem itt lesznek, hanem tényleg már itt vannak, és néha nem is tudunk róla, mint felhasználók, vagy mint vásárlók, vagy fogyasztók. Akár a gyártás, akár a szolgáltatás területén, és most itt főleg az iparra gondolok, tehát nem a szórakoztatásra, vagy a lakossági fogyasztásra, minden területen lehet hallani róla, tényleg a gyártás optimalizációtól kezdve az ügyfél referensek munkájának a segítése, a munkájának egy részének a kiváltása. Az én mostani tapasztalatom, tényleg elég sok emberrel beszélek, vállalkozókkal, cégvezetőkkel, hogy jelenleg még a mesterséges intelligencia inkább segíti a kollégákat abban, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni, amire nagyon nagy szükség van egyébként a hatékonyság növelésre, meg a termékenység növelésre. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő lépcső, hogy mennyire fogja tudni átvenni esetleg a mesterséges intelligenciával felturbozott szolgáltatástömeg, vagy információ nyújtásban mennyire fogja ez átvenni egy-egy embernek a szerepét, egy-egy munkatárs szerepét, de most nagyon sok segítséget ad nekik is, hogy akár jobban, akár gyorsabban, de mindenképpen költséghatékonyabban. Tehát itt azért megjelenik az a vicces, tehát vagy gyorsabban, vagy jobban, vagy költséghatékonyabban tudunk dolgozni. Itt lehet, hogy előjön az, hogy mind a háromra be lehet x-elni azt, hogy mind a háromat szeretném kérni. És ez tényleg akár a robotika, de inkább a mesterséges intelligencia volt az, ami ezt elő tudta hozni. Ugye beszéltünk szigorú monetáris kondíciókról, ütemesen lassuló inflációról, de csökkenő alapkamatok serkentik. Tehát azért tényleg úgy főleg azzal, hogy valamennyire sejtetik, hogy mi lesz a következő két hétben, nem tudom, monetáris ülésen mi várható. Ezek azért elkezdték serkenteni, akár a május hónapról, akár az április hónapról beszélünk, a beruházási kedvet, akár az ingatlan szektort beszélünk, vagy lakossági, ipari ingatlan szektort beszélünk, vagy tényleg akár gépvásárlásokról, eszközvásárlásokról, gyártósorok vásárlásról, mindenhol lehet ezt érezni. Én beszéltem nagy gépbeszállítókkal, és mondták, hogy eddig mondjuk 30-32 hétre tudtak hozni, de mondjuk gépet, ez mondjuk márciusi adat volt, most kértünk egy ajánlatot, és mondták, hogy hát ez így 47-54 hét. És csak azért, mert nem elustultak, hanem azért, mert hál' Istennek elkezdődtek a megrendeléseik, és már csak így tudnak szállítani ők is. És szerintem azért lehet érezni munkaerőkereslet növekedést, illetve akár a hiteleknél, akár a befektetéseknél is, ha most lennének itt bankárok, nem csak ilyen volt bankárok, mint én, akkor szintén bólogatnának, hogy tényleg nagyon sokan megjelentek hitelér, akár beruházási hitelér, akár tényleg a lakosság is különböző módon és szeretnének hitelt felvenni. Ez viszont mindig pörgeti valamennyire a gazdaságot. Infláció lassú ütemben, de csökken. Azért így 22-23-ban hát ember legyen a talpán, aki akkor akart felvenni, vagy akkor kellett felvennie mondjuk hitelt, vagy kellett bármilyen beruházásban mondjuk számolni egy belső megtérülést, vagy költségekről. Ennek ugye egy része infláció, egy része energiainfláció volt, tehát ezen belül energiainfláció volt, élelmiszerinfláció, illetve maginfláció. Tehát lehet látni, hogy mondjuk 22-23-ban irdatlanul megnőtt a maginflációnak a mértéke, és emlékszünk még ezekre az energia árakkal kapcsolatos beigazódott félelmekre, hogy nagyon hamar, nagyon gyorsan, drasztikusan megnőtt az energia ára. Ez ugye beépült nagyon gyorsan a különböző árakba, és ha most elkezdünk számolgatni, ez majdnem, nem tudom, körülbelül 6 vagy akár 7%-ot is jelentett, mondjuk 22-ben egy 5%-ot jelentett, 23-ban a teljes infláción belül, itt már gyakorlatilag minimálisra zsugorodott ennek a mértéke.
Ugye gyenge belső kereslet volt, és hát a globális folyamatok, illetve a stabil nyersanyagárak azt mutatják, hogy lassú ütemben, de azért sikerült csökkenteni az inflációt. Ugye a háztartások egyfőre jutó fogyasztásának alakulása 2023-ban, itt gyakorlatilag a fő uniós országok vannak, hát 68,1%-kal vagyunk a tényleges fogyasztásban, ahhoz képest, ami mondjuk az előző években történt, tehát nagyon, nagyon drasztikusan visszaesett. Már nálunk csak Bulgáriában esett ennél jobban vissza a fogyasztás. Valahol gyakorlatilag ez nagyon nem változott, ez főleg Írország, Németország, Svédországban körülbelül ugyanazon a szinten vannak, vagy akár Olaszország, Franciaországban is. Viszont itt egy nagyon erős fogyasztás csökkentés volt. Gyakorlatilag megette az infláció azt a pénzt, amit úszve normál reálértéken fogyasztásra lehetett volna költeni. Hiába költöttünk sokkal többet, sokkal kevesebb terméket vagy szolgáltatást tudtunk megvenni ezen a nem tudom, 100 eurón, 100 forinton, ki hogy számolja. Ugye, amire én számítok az, hogy a forintnak egy nagyon lassú, de ütemes leértékelésére számítok. Én 2024 év végére azért egy 400 forintot stabilan el fogja érni, tehát nem az, hogy megkóstolja a visszaesék, hanem komolyan ott lesz a 400 forint körül decemberben, akár 405-410 forint között is. 25-ben viszont körülbelül erről a 405-410 forintról indul majd a játék, és elmegyünk akár 418 forintig is. Ennek több oka lehet. Ha jó Isten is, meg mindenki úgy akarja, akkor megérkeznek az uniós források. Ugye még mindig egy elég magas kamatprémiummal dolgoznak ugye, az államadósság kezelésébe, ami egy kockázati prémium, illetve egy olyan prémium, hogy hát gyere hozzánk, és ne az USA T-bondokat vett, hanem a jól csengő magyar államkötvényt. Ehhez valami vonzóhozamot kell biztosítani, vagy vonzó kamatkülönbözetet kell biztosítani. Illetve van egy túlértékeltség, amit korrigálni kell. Tehát az mögött, ami most tapasztalható, most akár a mai napot is mondhatjuk, nem mindig van egy, tehát nem mindig ugyanazokat a fundamentumokat találjuk, mintha ez egy 400 forintnál lenne. Tehát valószínűleg ott az a 395-405 forint között érezhető jobban az, hogy ott van értékeltségben a forint jelenleg. Ugye, fogyasztásról beszéltünk, gyakorlatilag a 2021, tehát még a Covid, már majdnem nem a Covid időszakától, gyakorlatilag 23. harmadik, negyed évig van nálam legalábbis, ami elérhető volt statisztikai adat. Tehát lehet látni, hogy a megtakarítások gyakorlatilag, amikor elindult az infláció, valamilyen módon ugye finanszírozni kellett, nagyon magas nominális kamatokat adott akár az államháztartás, államkincstár, diszkontkincstár, akár a bankok különböző betéti konstrukciók formájába. Megnőttek a megtakarítások. Ez azzal is járt, hogy körülbelül abban az évben elindult lefele a befektetési célú lakások vagy ingatlanok vásárlása. Inkább átrakták gyakorlatilag a megtakarításaikat banki betét vagy állampapír formába. Azt is lehet látni, hogy a végső fogyasztási kiadások azok 2023, tehát tavaly év elejére elég tehát a nagyon, nagyon nagyot estek, és ez a második negyed évben picit megváltozott, majd még nagyobbat zuhantunk. Ez volt az időszak, amikor már tényleg az emberek azt mondták, hogy még nyaralni sem megyünk el, maximum nem tudom, Velencei tói vagy Balatonig, vagy már a Balaton sem merték bevállalni, akár milyen finanszírozási okok miatt. Miközben a munkavállalói jövedelmünk, amit ténylegesen, tehát a készhez kapott munkavállalói jövedelem, az nagyon nem változott.
Ugye beszéltünk a termelékenységről, tehát a reálbérekhez képest ugye a munkaerő termelékenysége az gyakorlatilag ketté vált, egy orlót láthatunk 2023-tól, és ez elég nagy problémát jelent hosszú távon. Tehát a reálbérek gyakorlatilag az elmúlt években sokkal jobban emelkedtek, mint amennyire a munkaerő termelékenysége ezt megengedte volna. Ebben lesz majd lehet, hogy egy nagyobb segítség pont a mesterséges intelligencia, ami még nagyobb teret kap, illetve szerintem nagyon, nagyon gyorsan és nagyon, nagyon határozottan el kell kezdeni akár a vállalkozók, akár a vállalkozások munkavállalóit továbbképezni, jobb szakképesítést, illetve olyan körülményeket, és itt jön vissza a robotika, vagy hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabban tudjanak dolgozni. Ezt akár oktatással, akár különböző termelőeszközök kisegítését szolgáló berendezések beruházásával lehetne elérni, de nagyon nagy szükség van rá, ez hosszú távon nem csak magánszinten, vagy magánvállalkozói, vagy vállalati, kis, közép, vagy nagyvállalati szinten, országos szinten lemaradunk. Tehát, hogy és azoknak az országoknak, amelyek mondjuk pár évvel ezelőtt lemaradtak, nekik van egy lehetőség arra, hogy akár egy-egy lépcsőt, akár egy-egy beruházási lépcsőt kiváltsanak, és a lehető legmodernebb technológiával induljanak neki a piacon, akár gondolok itt a bolgár, a román, akár a moldáv piacra, vagy ha unión kívül nézzük a szerb vállalatokra. Tehát van pénzük arra, vagy van forrásuk, vagy van támogatottságuk arra, hogy gyakorlatilag sokkal modernebb gépeket, sokkal gyorsabb, termelékenyebb megoldásokat találjanak és alkalmazzanak, mint nálunk, ugye, ahol a 2 éve, 3 éve, 5 éve, 7 éve megvásárolt gépeknek még ki kell nyugnunk az amortizációját, még a leasingjét, még a hitelét, még a fenntartási időszak van az uniós forrás miatt, tehát ez egy eltol bennünket elég rendesen, hátrátol minket, miközben tényleg akár új támogatásokkal, most akár uniós vagy hazai források támogatásaival ezt a technológiai lépést, ezt meg lehetne, ezt másképp nem lehet. Tehát vagy hitelek, vagy támogatások, vagy befektetések, akár más vállalatok befektetéseivel, de valamilyen oldalon, tőke oldalon meg kell oldani, mert szerintem ez nagy problémát fog jelenteni a hosszú távon. Ugye, másik az, hogy a KKV-k munkatermelékenysége, vásárlóerő paritáson, ha nézzük Magyarországot, és ha nézzük mondjuk most nem Dániát, mert az tényleg olyan, mint egy állam, ahhoz képest mondjuk a Ausztriához képest nagyon messze vagyunk. Tehát teszem azt, elértünk mondjuk 32 ezer euróig 2020-ban, miközben mondjuk Ausztria meg 50 felett van. És ez KKV-k, tehát most nem azt mondjuk, jaj, mert a nagyvállalatnak van pénze, van forrása, nem tudom, jó a menedzsmentje, hanem ez tényleg körülbelül ugyanarról a méretű KKV-ről beszélünk. A hazai piacán belül ugyanakkor a méretű KKV-ről beszélünk. Tehát ez szintén egy hosszú távon gondot fog okozni, hogyha ezt nem sikerül rövid időn belül feljebb tornáztunk, akár a lengyel, akár a közép-európai átlagra, akkor nem Nyugat-Európától fogunk lemaradni hosszú távon. Sajnos. Ugye az EU-s KKV-k munkatermelékenysége a nagyvállalatokhoz képest, hát lehet látni, hogy hol van a 100, ez a nagyvállalat, és ehhez képest mondjuk ez a közép-európai átlag, ebben benn van Csehország, tehát ugye ez egy tipikusan egy ipari ország, és nagyon, nagyon fejlett ipari ország, és gyakorlatilag üti a nyugat-európai országokat, mi meg körülbelül 60%-on vagyunk, Lengyelország, illetve Szlovákia ennél azért lejjebb van majdnem. Lengyelország majdnem 50%-ban van munkatermelékenységben a nagyvállalataihoz képest, tehát feladat nem csak nálunk adott. Azt nem mondom, hogy szerencsére, de ez egy komoly probléma. És akkor érkeztünk
tudom, Uniótól Magyarországon keresztül a Fehérvár, és tényleg miért éppen Székesfehérváron érdemes vállalkozni. Aki fehérvári, az lehet, hogy unatkozni fog a következő szlájdoknál. Csak tényleg nem tudtam, hogy kik lesznek az előadás résztvevői, ezért gondoltam, bemutatom egy picit Fehérvárt, illetve a megyét. Ugye miért érdemes? Központi elhelyezkedése van, nem kell magyarázni, tehát fél óra alatt lent vagyok a Balaton, fél óra alatt lent vagyok Budapesten, és körülbelül két óra alatt Bécsbe vagyok, és ugyanígy a déli határon is, akár nem tudom, Horvátországban. Tehát nagyon jó központi elhelyezkedése van, M7-es, M6-os, M1-es, 8-as, 80-es, tehát ha csak tényleg az autótakat mondjuk, nagyon nagy szerencsénk van azzal, hogy mindenki úgy nőtt fel, hogy mondjuk kétszer kétsávos autópályákon kellett menni, mondjuk ezt Zala vagy Vas megyébe most tanulják. Ami azért nem tudom mennyire gondoltok bele, azért irdatlan nagy lehetőség nekünk, hogy nagyon gyorsan, és nem csak mint magánszemélyeknek, hanem vállalkozásoknak is, hogy nagyon gyorsan, nagyon jól el tudunk érni rengeteg helyre. És ott van még a Duna, ami azért a megyének a határa, arról nagyon keveset beszélünk itt Fehérváron, mert ugye ez inkább Dunai város rátszalmást érinti. Ez egy hatalmas potenciál egyébként, akár Nyugat-Európát tekintve, tehát Nyugat-Európából származó áru kapcsolást, illetve innen Nyugat-Európát ellátni bármilyen áruval. Még mindig a vasút és a hajó közlekedés az egy jó alternatíva, és most nem csak a különböző környezetvédelmi lábnyomokról beszélünk, hanem a nagy tömegű termékeknek a hajózhatósága, illetve a vonaton történő logisztikája még mindig a leghatékonyabb. Képzett munkaerő van, tehát Fehérvár is egy ipari város, 100 éve, vagy mondjuk legalábbis 70-80 éve nagyon komoly iparral rendelkezik, ez folyamatosan bővült. Ugye a 90-es éveket nagyon nagy szerencsével és nagyon nagy hozzáértéssel sikerült győztesen kijönni egy elég nagy űrből, akár a munkavállalók, akár a betelepülő ipar, vagy egyáltalán létrejövő ipar, illetve akár a város lakosságát tekintve. Nagyon sok rossz példát látunk, most nem szeretném elkezdeni mondani Borsodabó-Üzemplinttől egészen Zaláig, hogy hány helyen volt probléma az, hogy volt egy rendszerváltás, volt egy gazdasági ipari összeomlás, és nem sikerült ebből újjászületni. Itt Székesfehérvár erre lehetőség volt, és a képzett munkaerő gyakorlatilag folyamatosan azóta is, majd később beszélünk az oktatásról, akár a felsőfokú oktatás, akár a középfokú oktatás miatt is, meg mondjuk Budapest közelsége is miatt is folyamatosan rendelkezésre állt. Ugye elég rugalmas, tényleg sok fiatal diplomással lehet találkozni, tapasztalt szakemberekkel is. Gazdasági támogatások, pályázati lehetőségek vannak, itt is szerintem akár a regionális vállalkozás fejlesztési alapítványt vagy a központot is meg lehet kérdezni. Önkormányzati támogatások vannak, tényleg elég sok mindenre lehetőség van. A piaci lehetőségek, hál' Istennek, én ezt mindig ahol lehet, tényleg mondom, hogy nagyon nagy szerencsém, mondjuk akár Székesfehérvárnak, vagy a tágabban vett környezetének az, hogy nem egy nagy gyár van, ahol mindenkinek sikerül dolgozni, és mindenkinek munkát találni, majd az elmegy egyik éjszaka, és ott maradt 10-12 ezer ember. Láttunk ilyet 90-es években, IBM-nek hívták, nem volt egyszerű azt újraélni, és nagyon heterogén, akár Fehérvárnak, vagy Fehérvár tágabb vállalkozói környezetének, hál' Istennek a rengeteg iparág van, amivel döntő az autóipar, de nem egy nagy ipari szereplőről beszélünk, hanem sok közepesről, és itt most a közepesek azért elég jelentős munkavállalói, anyagi befektetett tőke háttérre rendelkeznek, de nagyon, nagyon nagy biztonságot ad városnak hosszú-hosszú távra az, hogy egy heterogénipari szereplőkkel rendelkezik. Ugye, növekvő turizmus, ezt azért raktam be, mert majd lesz egy ábra, ahol lehet látni, hogy mondjuk az országos átlaghoz képest
mennyire vagyunk elő, mennyire vagyunk hátul, és pont a turizmus, ahol van lemaradásunk. Most akár Székesfehérvárról beszélünk, akár másonnan. Viszont szerencsére van egy velencei tavunk, van egy gorziumunk, egy megújult, megszépült nádasladányi kastélyunk, egy Dégi kastély, egy Bodai kastély, nem tudom, Nádor csatornán, ha valaki volt biciklivel, csodaszép, tehát mintha nem tudom, Franciaországban vagy Toszkánába járna az ember biciklivel, tényleg nagyon gyönyörűen megcsinálták. Van egy válvölgye, szintén érdemes felfedezni. Ugye élhető környezet van, sportolás, tehát bár manapság már természetes, hogy rengeteg sportcsapat van, akinek lehet szurkolni, nagyon sok olyan, van színházunk, van balett színházunk, van egy szimfonikus társaságunk, vannak különböző civil szervezetek, amelyek léteznek, fent vannak tartva, fent tudják tartani magukat, vagy különböző vállalati vagy önkormányzati támogatással, de vannak. Tehát ettől város a város, tehát nem attól, hogy most ráaggatjuk, hogy akkor Aranybulla, meg Szabadkirályi város, hanem attól, hogy gyakorlatilag van egy közösség, és ez a közösség, ez valamilyen módon, ha az érdeklődésével, vagy a pénzügyi támogatásával, de fent tud tartani egy élhető környezetet. És akkor még az éttermekről beülős, kiülős, kávézós, cukrázás részekről nem is beszéltünk tényleg. Ugye a természeti adottságokról szintén nem akarok beszélni, mert szerintem itt már mindenki fehérvári, de aki nem fehérvári, rakja fel a kezét. És akkor, akkor mégis, bocs, oké. Aki fehérvári, az lerakhatja a másikat. Ugye, tényleg egy kedvező környezetet biztosítunk a vállalkozások, meg az itt élőknek. Tehát ez tényleg egy olyan megyéje szerintem az országnak, ahol valamennyire azért jó lenni. Szintén nem akarom tovább mondani, de rengeteg, tehát itt azért főleg lesz egy fejlesztés, az M81-es, ami gyakorlatilag összeköti Észak-Európát, Nyugat-Európa felé összeköttetést ad, zseniális logisztikai környezetben vagyunk. Valószínűleg amikor a nagyvállalatok ide települtek, vagy most gondolkoznak ide településen, ezt mind megnézik, és komolyan ott van a döntésük mellett, hogy miért éppen Fehérvár, vagy miért éppen Fehér megye, egyértelmű. Ugye ipari parkok a megyébe, Fehérváron 7 ipari park van, tehát azért az más egynek is örülne. Dunajvárosban, vagy Dunajváros és Ráczalmásnál szintén kiépült nagyon gyorsan egy ipari park. Ez nagyon nagy szerencse szerintem az ottani munkájában. Ugye Dunai város, Dunafer, tehát ez így nagyon egyértelmű volt. Monokrom volt gyakorlatilag az ipari szereplőknek a dolga, és pont azzal, hogy egyre több vállalkozást telepítettek, vagy települt oda, ez a monokronizmus ott szintén azért valamennyire heterogénebb ipari szereplői kör alakult ki ott Dunajvárosban és környékén, sokkal biztonságosabb betenve azt, hogy na, ha bezár a Dunafer, akkor gyakorlatilag be lehet zárni egy várost is, vagy akár bezár, nem tudom, Fehérváron bezár egy IBM még jó pár évvel ezelőtt, akkor szintén azért ez felmerült. És ne felejtjük el Mórt, ahol, és Bicskét, Móron is rengeteg vállalkozás van, ami külön ipari parkba, most már északi, déli, ha jól emlékszem, vagy keleti, nyugati, most már nem tudom pontosan, de egy komoly ipari fejlesztésnek lehetünk ott is tanulni, szerencsére. Oktatási centrumok, ugye Fehérváron van Kodolányi Egyetem, az Óbudai Egyetem, ahol ugye műszaki-gazdasági képzések vannak, Dunajvárosban szintén egy Dunajvárosi Egyetem, ahol főleg műszaki képzések vannak, ezek is segítik gyakorlatilag azt, hogy a vállalkozók meg egy duális képzési rendszerre vállalkozók találjanak egy megfelelő szakembert, vagy egy tanítható szakembert, akinek van egy alaptudása, duális képzés keretén belül gyakorlatilag a gyakorlatot is megszerzi, illetve megismeri azt a gazdasági, vagy vállalati kultúrát, vagy gazdasági környezetet, ami az adott vállalkozásnál, vagy vállalatnál előfordul, így könnyebben be tud, ha elvégezte az iskolát, akkor illeszkedni mondjuk ahhoz a vállalkozáshoz, vagy vállalkozás csoporthoz. Ugye 2020-án már 30 vállalat kapcsolódott be a duális képzésbe Székesfehérváron, ez rettenetes nagy szám, és ebbe azért a top 10 fehérvári vállalat mind benne van, de a top 20 is. Tehát, hogy tényleg nagyon nagy az érdeklődés.
Ugye, nem beszéltünk róla, de tényleg lehet érezni, hogy a megye azért az egész ország gazdaságának az egyik hajtómotorja. Top 100 cégből a Vármegyében sokkal több van az átlag. És így sorolhatnám tovább, de tényleg a Spár Magyarország, ugye Bicskén, Harman, Fehérvár, Henkok, Dunai Városráca, más ki hogy szereti mondani, Vidóton Holdingot ugye nem tudjuk, nem is akarjuk megkerülni, Denso Magyarország Kft., Arconic Köfém, és akkor így mennénk sokkal-sokkal lejjebb, rengeteg, tehát azt hiszem 9-12 céget találtam a top 100-ban, ami azért, ha most megnézem, hogy 19 megye van, meg egy Budapest, akkor azért az egy komoly, komoly érték Fehérváron és a megyébe. Itt a Vármegye gazdasági teljesítménye 2023-ban az országoshoz mérve, erről beszélek, tehát, hogy nem ebbe vagyunk az elsők, mint mondjuk Balaton, ahol valószínűleg az ipari termelés van a legutolsó helyen, hanem ugye ipari termelésbe, építőipari termelésbe, foglalkoztatottak körébe, a kiskereskedelmi forgalom elég magas itt, hál' Istennek. Ugye azt hiszem Budapest, Győr, Székesfehérvár és Fehérvár a harmadik legerősebb vagy legnagyobb vásárló paritással rendelkező város az egész országban. Ehhez képest én azért a kiskereskedelmi forgalmat, ami nem itt költődik el, mert tényleg fél órára van Budapest, egy órára van Győr, és két órára van Bécs, ott költődik el ennek a pénznek, főleg Budapesten egy jó nagy része. Tehát azért azt lehet érzékelni, hogy vannak olyan nagy, mondjuk fast fashion, vagy nagyobb ruhaipari cég, nem jönnek le ide, és nem nyitnak üzletet, mert teljesen felesleges, mert úgyis felmennek mondjuk Dél-Budára a fiatalok, a polgárok, és megvásárolják ott. Tehát gyakorlatilag nem éri meg nekik lejönni Székesfehérvárra, mert így is úgy is ezt a vásárlóparitást ott fel tudják szívni, vagy ezt a vásárlóerőt. Ugye az egyfőre jutó hazai bruttó termék országos átlag százalékában lehet látni, hogy van benne azért mozgás. 2020-ban Covid, illetve 19-ben Covid-dal lehetett érezni, de egy nagyon magas, sokkal magasabb, mint az országos átlag. Tehát ugye 105%, majdnem 103%-ban bruttó hazai terméknél magasabb az egyfőre jutó. Ugye munkaerőpiac, demográfiai trendek vannak, tehát egyre csökken, tehát öregedik el a társadalom, erről beszéltünk, ugye elég alacsony a munkaerőtartalék száma, erről lehet azért hallani a különböző ide települő dél-kelet-ázsiai munkaerőképzés. A képzettségbe ugye fejlesztésre szorulnak, erről az előbb beszéltünk, új technológiák, transformatív szerepe, erről is beszéltünk, illetve képzési kínálat, ez most jelenleg szűkös, ezen kell még szerintem nagyon sokat dolgozni, hogy ez minél versenyképesebb és minél jobb legyen. Ugye foglalkoztatási ráta megyébe, ez nem ugyanaz, mint a munkanélküliségi ráta, ugye az a foglalkoztatási ráta az a munkaképes lakosságban a foglalkoztatottak száma. Ez lehet látni, hogy ez egyre nő, tehát egy elég stabil foglalkoztatással vagyunk a megyében. A munkanélküliségi ráta meg gyakorlatilag a 3,3 és az 1,79 között mozog, tehát azért ez egy nagyon jó szám. Még 2020-ban, 21-ben, 22-ben is. Ugye 3,3 a nyilvántartott álláskeresők száma relatív mutatója, ami a nézzük gyakorlatilag, ha Győr-Sopron, Moson megyét nem nézzük, meg Komárom megyét, akkor nagyon jó helyen vagyunk. Van azért ugye 11, 6, 10, 7, tehát azért vannak ennél rosszabb, sajnos rosszabb relatív mutatójú vármegyék is. Ugye az átlagkeresetek, akár a szellemi, akár a fizikai foglalkoztatottaknál a megyében szerintem megfelelően magasak. Ez látszik ugye a vásárlóparitáson, illetve a kiskereskedelmi forgalom alakulásán is. Ha már egy vállalkozói országos szövetségnél vagyunk, ott mindig a társadalmi felelősségvállalás az feljön, hogy mit is jelent ez valójában. Ki az, aki tudja vagy ismeri a karmát? Kézfenntartással.
Ki az, aki hisz benne? Hát a társadalmi felelősségvállalás az valahol maga a karma, hiszen egy rendszerből én azt valami nem lehet csak kivenni, kifele venni, fogjuk azt föl pénznek, energiának, szeretetnek, törődésnek, bárminek, hanem oda bizony vissza is kell áramoltatnunk, hiszen ettől lesz egy egészséges körforgása ennek az egész rendszernek, és mi ezt kezdtük el kidolgozni az alapítványunkkal, méghozzá jó régre megyünk, 2016-ban hívtak meg engem Erdélybe egy nagyon súlyos idegrendszer sérült gyermekekkel foglalkozó táborba. Nagymamám mindig arra tanított, hogy nem csak pénzzel lehet segíteni, hanem befektetett idővel, energiával is. Menj el önkénteskedni, fiam. Hát mondtam, ez jó buli lesz egy barátommal, Erdély, nagyon jó kaják, jó borok, esténként szaunázunk, napközben segítünk. Megérkeztem ebbe a táborba, nem voltam én még ilyen beteg gyermekek között soha, és beléptem abba a terembe, és hát megláttam ezeket a gyermekeket, és akkor értettem meg ezt a szép magyar mondást, hogy földbe gyökeredzik a lábam. Amikor tudom, hogy nem lenne szabad valakit néznem, de nem tudom levenni róla a szememet, akármennyire szeretném, nagyon betegek voltak ezek a gyerekek, és iszonyatosan boldogok a szülők. És nem értettem ezt a kettősséget. Este fölmentem a szobámba, hogy elmegyek szaunázni, a 6 óra körül leültem az ágyam szélére, hogy átgondolom azért ma itt mit láttam, mi is ez a probléma, mi is az, hogy nem tudom, elhagyott a barátnőm, meg nem jött össze egy üzlet, meg az árajánlatot nem fogadták el. Jöttek a gondolatok, és este 10 óra lett. Akkor értettem meg, mi ez a filmszakadás, amikor mondják, hogy valaki úgy berugott, hogy kiesett így pár óra, most én ezt egy ilyen táborba értem el, szerencsére még itallal nem, vagy lehet, hogy nem szerencsére, ezt nem tudom. És én ott éreztem, hogy nekem ez lesz az utam. Én akkor ott egy családot már el is kezdtem támogatni, minden hónapban küldtem nekik egy nem nagy összeget, de azóta is. És 2022-ben elment nagymamám, engem nagyszülők neveltek, és akkor úgy gondoltam, hogy itt az idő, addig is már elég sokat úgymond adakoztam, hogy létrehozzam az alapítványomat, és akkor a mamám tiszteletére is abban az évben alapítottam, de hát ugye, aki engem ismer, az már tudja, hogy nem alapíthatom meg a 125.626. ugyanolyan alapítványt, hogy majd karácsonykor egy évbe egyszer jól összeállunk, összegyűjtünk egy csomó mindent, és akkor odaadjuk a rászorulóknak. Ez is egy szép dolog, de pont ebből az erdélyi családból merítkeztem, aki mondta, hogy egyébként nagyon-nagyon sokat számít nekik, hogy tudják, hogy minden hónapban jön az az összeg biztosan. És akkor innen jött az ötlet, hogy akkor egy olyan programot kéne kidolgozni, ami havi rendszeres támogatást tud adni ezeknek a családoknak, de aki szintén ismer, tudja, hogy én egy elég gyanakvó ember vagyok, biztonság és robotika területen dolgozom, vagyonvédelemmel foglalkozom, tehát azt mondtam, hogy ha én meg tudom magamat győzni a programról, akkor jó lesz, mert én azt feltételem, hogy vagy az alapítvány lopja el a pénzemet, vagy a család fogja másra költeni. Tehát én innen indulok, hogyha adakozásról van szó, mert sajnos pórul jártam egy párszor. Ezért azt gondoltuk, hogy egy olyan programot alkotunk meg, ami egyrészt fenntartható, másrészt kontrollálható, és ha összeállt a kis film, akkor talán azt le is vetítjük, hogy abból egy néhány dologra választ kapjunk, és még néhány gondolatban akkor majd befejezem és összefoglalom a végén. Nincs hang, akkor nem lesz kisfilm. Hát akkor pedig az jobb, mint én, de akkor folytatom én is összefoglalom. Tehát a programnak a lényege az, hogy fogadj örökbe egy családot, amelybe már havi 5000 forint vállalásával bárki beléphet, egy évre kell vállalni ezt az összeget, hogy adja az általa kiválasztott család számára. Természetesen vállalatok és magánszemélyek is csatlakozhatnak, felső határa nincs a felajánlásnak, vannak olyan cégeink, nekünk is nyilván a nagyobbak, akik akár több családot is örökbe fogadnak. Egy család viszont havonta maximum 50.000 forintot kaphat, tehát nincs olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én nekik 500.000 forintot adok havonta. Volt ilyen, van olyan csontrákos kislányunk, aki tényleg az életéért küzd, és én mondtam, hogy ne csináljuk, mert szerintem nagyon nagy bajt fogunk csinálni. És nem értették, amikor mondtam, hogy miért. Hát mondom, azért, mert most egy évre vállaljuk, hogy adunk havi 500.000 forintot, odaadjuk, ő hozzászokik a jóléthez, nem kell dolgozni, minden megvan, és egy év múlva azt mondjuk, hogy bocs, nem megy. Tönkretettük őket anyagilag.
egy olyan egzisztenciális szakadékot okoztunk, amit nem tud áthidalni. És a segítségünk az egy nagyon nagy baj csinálássá alakult ebbe a pillanatban, ezért én azt mondtam, hogy 50 ezer forintba maximáljuk, az pont egy lépéssel több, ahogy a nevünk is mutatja, az már egy érezhető segítség, de ha megszűnik egy év múlva, nem megy mondjuk tőle tönkre egy család, hiszen nem ez a célunk. Ez még mind szép és jó, valaki befizeti az 50 ezer forintot, és akkor mi lesz a családdal? Egyben a legnagyobb szűrőnk is, hogy ezt ők nem kapják meg közvetlenül, hanem beküldhetik az alapítványnak a rezsiszámláikat, a gyógyszerrel, gyógykezeléssel kapcsolatos számláit, és az alapítvány ezt közvetlenül a szolgáltatónak fizeti ki a felajánlásokból, hiszen így tudok elszámolni, hogyha bárki nekem felajánl bármennyi pénzt, akkor negyed évente, fél évente megkapja az elszámolást, hogy ezek a csekkek jöttek be, ezt fizettük ki. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ugye ne az alapítványba tűnjön el ez a pénz, úgyhogy minden felajánlott összeg 100%-ban továbbfizetésre kerül a család részére. Tehát mi nem kérünk pénzt fenntartásra vagy ilyenekre, már szerencsére a magyar állam is ad, jövőre már 1%-ot is tudunk kérni, meg az én cégcsoportom, illetve a nem túl szerencsés helyzetben lévő barátaim most azok, akikre ez a szabály nem vonatkozik, tehát ők, akik ismernek és ugye mondjuk bíznak bennem, ők biztosítják a fenntartását az alapítványnak. Úgyhogy mi ezt a programot alkottuk meg, amelyben áprilisig 64 család volt már benne hivatalosan szerződéssel, tehát akik már kapják ezt a támogatást, több mint 50 család várakozik egyébként. A www.egylépéssel.hu weboldalon lehet rólunk informálódni, ott egyébként meg lehet nézni a családokat is, tehát ki is lehet választani a családokat, sőt a program egyik fontos eleme, június 16-án lesz egyébként az első családi napunk, ami arról szól, hogy az örökbefogadók és az örökbefogadottak találkoznak, és együtt töltenek el egy napot. Tehát nem személytelenül küldök pénzt valahova, és nem tudom, hogy ki örül annak, hanem itt találkozok is a családdal, és tartom is vele a kapcsolatot, hiszen egy ünnepélyes aláírási ceremónia keretében írjuk alá ezeket a megállapodásokat, és én mindig kérem is a örökbefogadóinkat, hogy ne merüljön ez ki annyiban, hogy átutalja egy hónapba egyszer, van, aki egy évbe egyszer mondjuk a vállalt összeget, hanem ugye a kutatások szerint 4000-szer nézünk egy hónapba a telefonunkra, abból csak egyetlen egyszer gondoljon az ő örökbefogadott családjára, és akkor már azt gondolom, hogy többet tett, mint hogy elutalt 5000 forintot mondjuk. Úgyhogy ez a program a mi kis szívügyünk, egy remek nagykövet csapattal dolgozok együtt, Proksa Szandrával, Györfi Pállal, Kucsera Gáborral és Rácz Jenővel. Ők is mind népszerűsítik ugye ezt a programot, illetve hát hol én jövök el egy ilyen rendezvényre, hol ők mennek és mondják el ugyanezt. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogyha mindenki csak annyival megtisztel minket, hogy akár a weboldalon, vagy ugyanezzel a névvel, az egy lépéssel több névvel, bármely social media felületen minket követ vagy megnéz, akkor már nagyon-nagyon sokat segített. Ha valakit pedig egyébként meg érdekelne a program, és egyébként vagy tud ajánlani olyan gyereket, aki tudja, hogy rászoruló, mert a feltételeknek megfelel, a feltételek pedig azt, hogy életet veszélyeztető, vagy súlyos genetikai, idegrendszeri vagy mozgásszervi betegséggel küzd, olyan mértékben, amely olyan életminőség romlással járt, hogy részben vagy egészben az egyik szülő emiatt keresőképtelen, hiszen vagy ápolni kell, vagy kezelésekre kell járni, és sajnos egy nagyon nagy csoport automatikusan bekerül ebbe a körbe, méghozzá, amikor a szülők egyedül nevelik ezt a beteg gyermeket. Sajnos a statisztikák azt mutatják, emiatt én nagyon szomorú vagyok két gyermekes apukaként, hogy a férfiak nagyon sokszor nem maradnak benne hosszú távon ezekbe a családokba. Úgyhogy ezek a családok pedig automatikusan bekerülnek. Nagyjából én ennyit szerettem volna elmondani, illetve még annyit, hogy eseti gyűjtés, hiszen szó volt róla, eseti gyűjtésekhez is csatlakozunk. Idén Ádin mellé álltunk, talán remélem Ádinról már mindenki nagyjából hallott, az SMA-hoz hasonló genetikai betegséggel küzdő debreceni kisfiú, akinek 1,3 milliárd forintot kell összegyűjteni, azaz 1 millió ember 1300 forintját kérik a szülők, emellett is kampányolunk, úgyhogy a
egylépéssel több.hu mellett még a www.adin.hu weboldalt is nézze meg mindenki, ő is benne van a programunkban. Egyébként Dubájban vagy az Egyesült Államokban már rendelkezésre áll a génterápia szintén, és hát megy a gyűjtés egyre sikeresebben és egyre jobb. Jelek vannak arra, hogy belátható időn belül össze fog gyűlni ez a pénz. Úgyhogy ha oda is 1300 forintot mindenki elküld, akkor azzal már ott is tett egy lépést. Kedves nézőink, a köztérben a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének konferenciájára kalauzoltuk elönöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.